kisállat bemutatót rendezett a karcagi Nagykun Református Általános Iskola. Mint Földváryné Simon Ilona igazgató elmondta, ezen a délutánon az iskola udvarára kedvenceiket hozhatták el a diákok megmutatni társaiknak. A megjelenésben a szülők és a nagyszülők is segítettek. Így voltak kutyák, cicák, baromfik, hörcsögök, nyulak, teknősök, ló, kismalac, lúd, hangya, sáska és sün is. Az állatok világnapjára emlékezünk, és a diák önkormányzat minden évben meg szokta hirdetni ezt a programot, és a diákjaink, a tanulóink elhozzák a kis házi kedvenceket, és itt bemutatják ezeket a kis aranyos kis állatokat. Korábban végeztünk egyfajta felmérést, és a felmérésnek az az eredménye, hogy szinte minden gyereknek van odahaza, vagy nagymamánál valamilyen kedvenc állata. Nagyon jó az időjárás, itt vannak a kedvenc állatok. Hát a kutyák, a cicák, a nyuszik mellett felhozták a gyerekek, a szülők, illetve a nagyszülők is. Felhozták például, van malacunk, van sáskánk, aztán pónilovat is hoztak az anyukák, lehetett itt a pónilovon lovagolni. Nyilván a gazdája, a kis Kata, Bene Kata ki is próbáltam, és hát hirtelen el se tudnám sorolni. Annyi kedvenc állatot hoztak, hangya, bo is található, tehát tényleg nagyon, nagyon szerteágazó a felhozatal, úgyhogy most nézegetjük, jönnek át az óvodából nagycsoportos gyerekek, jönnek a Varró 4-ből, tehát az alsó tagozatos tanulóink, és hát mindenki nézi a kis kedvenceket, és így emlékezzünk tulajdonképpen az állatok világnapjára. Én nagyon örülök, hogy azt látom, hogy a gyerekek tényleg a kedvenceket, az állatokat nagyon szeretik. Én úgy gondolom, hogy így lehet őket az állatok szeretetére nevelni, és nagyon fontos, hogy az állatok védelmére is majd a későbbiekben. A rendezvényel az állatok szeretetére és a róluk való gondoskodásra hívták fel a figyelmet. Tavaly is úgy volt, hogy kis emléklapot és apró jutalmakat kaptak a gyerekek, nem csak azért, hogy felhozzák az állatokat és bemutatták, hanem ezzel is próbáljuk azt sugalni a gyerekek fele, hogy igenis fontos az állatoknak a szeretete, és ha otthon lehetőség van erre, vagy például nagymamánál, akkor tegyék ezt meg.